A csatári taxi drosznál napok óta nem áll autó, pedig két-három jármű mindig rendelkezésre szokott állni. A Szexád központjában levő taxiállomáson azonban hat autó is várakozott ebédidőben. A március közepén nem túl megszokott havazás miatt valószínűleg szükség is volt rájuk, ám egyébként rendkívül kevés munkájuk van, ezt mondták taxis cégek vezetői. Szexádon két társaság látja el az utasok szállítását, bár a cégvezetők kameránk elé nem kívántak állni. Annyi telefonon megerősítettek, hogy jelentősen csökkent az utasforgalmuk az utóbbi hetekben. Emiatt kevesebb dolgozóra van szükségük, és és kevesebb ideig érhetőek el a taxik szexádon. Az egyik a kórház partnereként dolgozó taxis vezetője azt mondta, egyelőre nem látja a jövőt, nem tudja, hogy így fent tudnak-e maradni. Azt sem zárta ki, hogy megszűnnek, vagy a másik taxis céggel felváltva látják el a szolgáltatás jövőben szexádon. Az autóikat rendszeresen fertőtlenítik és tisztán tartják. A másik taxis cég szakmai vezetője úgy fogalmazott, hogy náluk is kevesebb dolgozóra van szükség. A 14 sofőrből 6 sofőr dolgozik jelenleg az idősebb dolgozóikat hazaküldték. Délután 5 órától este 9 óráig szállítják az utasokat, ezt általában egy sofőr viszi végig, ha pedig egészségügyi dolgozó hív taxit, számukra egy másik autó áll rendelkezésre. Azt mondja, folynak a tárgyalások a másik céggel a közös munkáról, elképzelhetőnek tartja ő is, hogy felosszák a napokat és felváltva lássák el szexált taxis szolgáltatását. A cégvezető azt mondja, a minap is fordult elő, hogy frekventált időszakban befutó hívásokat átirányították a másik cégnek, mert az összes autó Foglalt volt, de ugyanígy adott már át nekik fuvart a konkurens cég is. A szakmai vezető azt mondja, ők is rendszeresen fertőtlenítik az autóikat, és a taxisok maszban dolgoznak. Így védekeznek a koronavírus terjedése ellen, és védik meg dolgozóikat és utasaikat a megfertőződéstől. A Kata adófizetése aluli mentességet pedig üdvözlik a taxisok, de a jövőben nem csak ők számíthatnak erre a segítségre. Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy további 81.480 kisvállalkozónak adnak június 30-áig adómentességet a kata fizetési kötelezettség alól.